Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a sportcsarnokban, és mögöttünk javában zajlanak a non-stop vetélkedő feladatai. Konci Fruzsinával beszélgetünk. Régen volt már ilyen non-stop vetélkedő, ki szervezte ezt most? Több mint 10 éve nem volt non-stop vetélkedő, én magam is, mint játékos vehettem még rajta részt csak. Ezt a rendezvényt a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár szervezi, és valamennyi kollégám itt dolgozik, hogy ez a kis program megvalósuljon. Itt láttuk a forgatókönyvet, hogy tényleg percre pontosan be van osztva mindenkinek a feladata. 5 csapat versenyez, mi minden volt már eddig, hiszen mi már azért a közepén vagyunk a versenynek. Igen, eddig volt a sétáló utcán egy Tűz van babám nevezetű régi non-stoppos feladat, amit a karcagi katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársai bonyolítottak le. Illetve utána volt egy Állj a sorban nevezetű játék, amely során az volt a feladat, hogy a piacról és a környező boltokból minél több járókelőt vonjanak be a csapatok, és az a csapat nyert, aki a legtöbb ember be tudta vonni, és neki volt a leghosszabb sora. Azt hiszem, itt a kórházi csapat nyert 81 fővel talán. Illetve utána volt az élőkép, amely során egy előre kiadott képet kellett nekik bemutatniuk. Ezt már megkapták körülbelül 2 héttel ezelőtt ezt a feladatot, és itt a sétáló utcán ezt is bemutatták. Itt láttuk a fiatalok, idősebbek, tehát vannak, akik nosztalgiából régebben is voltak, és most itt vannak csapattagként, de nagyon sok fiatal is van. Hány csapat versenyez? 5 csapat versenyez jelenleg, a 3 középiskola állított ki csapatot, illetve egy csapat, amit nagy rész tudomásom szerint kórházi dolgozók tesznek ki, illetve Berekfürdőről jelentkezett egy csapat. És azért ők nem hallják, de mi meg tudjuk azért beszélni, hogy mi minden lesz még, hiszen azért úgy tudom, hogy vizes feladatok is lesznek, hiszen már rendelkezésünk áll az oszoda is. Igen, rengeteg programmal készültünk, jelenleg most 3 feladat megy párhuzamosan. Ebből az egyik egy helyismereti vetélkedő. 5 különböző pontot kell felkeresni a városban, és ott különböző feladatokat kell megoldaniuk, illetve megy a CSI karcag elnevezésű játék, amelyben a rendőrkapitányság volt a segítségünkre, és a lebonyolításban is segítenek. Itt egy büntet helyszínét kell megnézni a résztvevőknek, és helyszínrajzot kell készíteni, totót kell, akkor lábnyomot kell felismerni, tanukat kell kihallgatni, felkeresni személyeket, személyleírás alapján. Egy elég összetett feladatról van szó. Most éppen lelkesen ezt csinálják a résztvevők, illetve megy itt a hátam mögött a szellemes vetélkedő a könyvtáros kolléganők közreműködésével. Ebben van ilyen activity-féle, kérdőívek, totók, ilyen jellegű feladatok vannak. Ezek után pedig lesz egy ügyességi verseny, lesz zenei kvíz még, amit tervezünk, majd egy nagyszabású program lesz 17 órakor, ugye ez az uszodai program, amikor szintén kimegy az egész csapat, és akkor ott kell különböző vicces feladatokat megcsinálni a tanmedencében. Majd menetdal verseny következik, ennek a várható időpontja olyan 19 óra lesz, és a Fürdő utca, Madarasi út, Kálvin út vonalon keresztül jutunk vissza a sportcsarnokba, és ezt is erre is készültek már csapatok, ezt fogják bemutatni. Készültek zászlókkal, logókkal, mindenfélével. És akkor ez a menetdal verseny olyan, mint régen, hogy ilyen mozgalmi dalokat énekelnek, vagy azért már inkább ezen változtattak? Nem volt megszabva, majd kiderül, nem tudom jelenleg milyenek lesznek a dalok, jöjjetek ki, és megnézzük, nem tudom én sem. És utána pedig lesz még ilyen benti feladatok lesznek, lesz egy közös táncház, ezzel fogjuk zárni a rendezvényt. És azért persze néhány ilyen talon feladattal is készültünk, hogyha nem tudjuk kitölteni az időket, vagy... Hogy azért még nagyon sok energiája van a csapatoknak. Energiája van, igen, a csapatoknak. És kik segítettek, hiszen itt mondta, hogy a Dériné a fő összefogója ennek, de azért itt hallottuk, hogy tűzoltók, rendőrség, tehát azért gondolom, hogy sokan megmozdultak ezért a mai rendezvényért. Igen, a Dériné dolgozóink kívül önkénteseink is vannak, így például a zsűri tagja is önkéntesek. Nem semmilyen sorrendet nem veszek figyelembe, Lévai Kálmán, Ezredes úr, Keserűni Ébner Tünde, Sótiné Szatmári Dóri, ugye intézményen belül, Kunné Nánási Mónika, Farkas Lajosné, és Molnáné Balog Éva a zsűri tagjai.
illetve segítségünkre volt a tűzoltóság, a karcagi rendőrkapitányság, Keserű Sándor az uszodai feladatokra, illetve vannak önkéntes diákjaink is, és remélem senkinek nem hagytam ki a nevét. De most mindenki jött és segített, azt hiszem, hogy ez egy jó kezdeményezés folytatása, és akkor reméljük, hogy a következő non-stopig nem kell még megint 10 évet várni. Mi is nagyon reméljük, és azt is, hogy jövőre több csapat lesz, hiszen egy nagyon jó kis program vár rájuk. Akkor én még a következő jó sok órára kitartást kívánunk, és jó versenyzést a csapatoknak. Köszönjük szépen. Lévai Kálmánt épp az előbb egy csapat faggatta, mint tanút, de hát kiderült, hogy nem jó helyen járnak, nem ön az a tanú, akit keresni kell. Viszont egy picit nosztalgiázunk, hiszen azért nagyon sok non-stop vetélkedőn vettünk együtt részt Hajdan a 24 órásokon. Gondolom szívesen fogadta a felkérés, hogy most mint zsűri vegyen részt a mostaniban is. Hát természetesen, hisz annak idején sok tízszer volt, talán 10 éven keresztül. Igen, nagy feladat volt, hónapokig készültünk rá, és hát élveztük a rákészülést. Arról most ne beszéljünk, hogy közben hány kiló kekszet és egyebeket elcsipegettünk, de tényleg nagyon jó volt, élveztük, és ugye hát volt egy híres mondata az egyik rendező barátomnak, hogy nem az a dolgunk, hogy a versenyzők dolgát megkönnyítsük, hanem éppen, hogy megnehezítsük, és hát ennek jegyébe igyekeztünk fogós feladatokat, de azzal együtt élvezhető, érdekes feladatokat összeállítani, és most, hogy fölfrissült, hát nézzük, hogy mit tudnak a mai fiatalok, mire foghatók be, és örömmel láttam reggel, hát itt én a csarnokban nem is találkoztam, mert kint voltunk a főtéren, hogy mennyi fiatal van, és milyen lelkesek, és milyen ügyesek, és milyen okosok, és milyen jól szervezett csapatuk van. És hát azért itt hallottuk az előbb Konci Fruzsinától, hogy a régi, jó bevált dolgokat, a Tűz van, babám és a menetdalverseny, tehát ami akkor azért nagyon népszerű volt, azokat most is megtartották. Gondolom, hogy a katasztrófavédelem is segített, a tűzoltók is segítettek ebben szívesen. Hát igen, néhány kollégámat fölkértem, és hát akik jöttek, szívesen jöttek, és önként, és nem parancsra, mert valaki azt mondta, hogy menni kell. Tényleg tetszett is nekik, bár ők is olyan fiatalok jöttek, akik talán a régi non-stopokkal nem is találkoztak, meg a mostani fiatalok egy része sem, és ez a Tűz van, babám, ez mindig sláger volt, és hát jól imádkoztunk a teremtőhöz, mert mire a csapatok érkeztek, addigra az eső is elállt, a nap is kisütött, tehát kellemes időbe lehetett vizes feladattal dolgozni, és hát örömmel tapasztaltam, hogy a célleküzdés után volt olyan, aki föltalálta magát, és a közönségnek is küldött egy kis vizet. Tehát akkor nem kell félteni a csapatokat, de egyébként, hogyha mondjuk nem zsűrinek kérik föl, és összejön a régi csapat, akkor esetleg a későbbiekben, jövőre, ha újból lesz ilyen, összehoznának egy régi öreg csapatot? Éppen mit idézőjelentél az öreget? Na hát azért. De nem, én sosem voltam érdekes módon csapattag, mindig rendezőként. Éppen ezért kérdeztem, már bocsánat. Hát tulajdonképpen lehetne, tehát hogyha a régiek közül akár több csapatból jön, nem kell, hogy egy csapat jöjjön össze, mert az már még nehezebb volna, de hogyha hát vannak közöttük, akik nem vénültek, tehát a játékosok maradtak frissek, elevenek, jókedélyűek, azokból össze lehetne szedni egy csapatot, és hát szívesen szerepel. Egyszer jó lenne a másik oldalról is valóban látni, hisz most is itt izgalommal figyeltem ezt a NCIS, nem NCIS, mi volt ez? Karcsinak neveztük el, meg Karcsag, CSI, tehát Karcsi, hogy küzdenek a fiatalok, meg a másik Kálmánt is figyeltem, ugye a rendőr kollega, aki szervezte ezt, hogy hát végig ő a szakember, hogy milyen jó helyszínt hozott össze, és ez teljesen újszerű feladat, viszont ugye a mai fiatalok ezeket a helyszínelő filmeket nézik, és ez egy kicsit az ő világuk, és hát miért ne legyen az, megtartva egy kicsit a régi erényeket, de új dolgokat is behozni, és hát ebben úgy láttam, hogy Fruzsi, mint egyik főszervező, nagyon élte ezt a dolgot. Itt volt még egy kérdéses dolog számunkra, a menetdalverseny, hiszen akkor ezelőtt 10 évvel még itt mindenféle mozgalmi dalokat és mindent kellett, meg volt, amikor úttoronyakkendők is előkerültek. Itt szerintem mindenki izgalommal várja, a csapatok most azt hozzák vissza, vagy inkább a mai dalokból állítottak össze, és egy teljesen más élegű lesz ez a menetdalverseny. Hát erre én is kíváncsi vagyok, mert kétségtelen, hogy a
akkoriban még nagyon sokan voltunk olyanok, akik voltunk úttörők, vagy voltunk kiszesek, és, vagy voltunk táborlakók, ahol ezek a menetdalok mentek, és hát mit tudom én, a Mintamókus fenn a fán, meg egyéb, igen. Tehát ezek kellemes lágerek voltak, még egyik másikat untuk is, de egyébként egy jó közös program volt ez mindig. Én azt gondolnám, hogy ha én volnék most csapattag, valami merőben újat hoznék, és nem úttörőt, nem cserkészt, vagy nem kiszes dolgot, hanem akár valami csasztuskát írva valamire, hát volt idő fölkészülni tulajdonképpen egy ilyen dologgal, hogy valami újat hozni benne, mert jó arra visszagondolni, csak azt gondolnám, hogy mi jobbak tudunk lenni, hogyha egy merőben új valamit kitalálnánk. Hogy mi a fenét tudnék kitalálni, azt nem tudom, de hát ez arról is szól, hogy ugye hetekkel előtte már elkezdenek készülni a csapatok. A mai csapatok meg pláne azért, hogy a régieket esetleg megkeresték, hogy mik voltak annak én, meg hogy volt, meg mint volt. Hát ugye az, amikor éjszaka kellett behozni, mit tudom én, kecsketejet, vagy élőlibát, meg nem tudom én, őzikét, meg hasonmásokat. Aztán még kumarasról is hoztak át hasonmást, mert emlékeztek, hogy az hasonlít valakire. Tehát ezek azért nagy dolgok, hát most a főtéren például ez a álljunk sorba feladat, hogy sokan csak így néztek, hogy mi történt, hogy jöjjön már velünk, legyen szíves, és akkor állj, és volt, aki nem is tudom, 81 embert, vagy mennyit összeszedett, tehát, és pillanatokon belül, tehát nem volt rá sok-sok idő, mert ha egy fél órát állítjuk a népet, akkor megőrülnek. Így viszont tetszett nekik, hogy mi ez a sokadalom, és a sétáló rész, ott az a díszburkoltos rész, pillanatok alatt megtelt emberrel, és akkor mindenki csodálkozott. Aztán azért is jó ötlet volt egyébként dicsérve azt, akik kitalálták ezt, hogy nagyon sokan nem olvasták egyik újságból se. Nem találkoztak vele, hogy most mi van, hogy mi ez a non-stop vetélkedő, és hát így legalább el tudtuk nekik mesélni, és akkor nézték, hogy jé, és akkor ez ilyen érdekes, hogy ott volt ez a locsolkodós feladat, most meg itt sorba kell állni, aztán meg a élőkép is, hogy be volt jelent, vagy ott a majál is például beöltözve estei ruhákba, hát ez most más dolog, hogy lányokat, fiúk személyesítették meg, hát idézve az Eurovíziót, gondolom, és de nagyon jó ötletek voltak, és ugye mindent ezekből a festményekből nem lehet reprodukálni, mert nagyon borsos volna, viszont pont azt is néztük, hogy ötletesség, kreativitás, hogy hidalják át azt a nehézséget, amit nem tudnak megoldni. Hát voltak, akik sisakokat gyártottak maguknak, hogy sisakos katonák tudjanak lenni, mert mondjuk egy kardot azt még lehet keríteni valahonnan, de egy harci sisakot azt már, és gyártottak maguknak. Akkor úgy látom, hogy nagyon élvez, ugyanúgy élvezünk, mint a csapattagok ezt a versenyt. Én azt kívánom, hogy legyen kitartás, és akkor esetleg jövőre vagy utána a zsűri, a régi zsűri álljon össze egy nosztalgia csapatra. Jó, hát a proféta szóljon belőle, tehát hát ha egyszer arról az oldalról is ki tudom próbálni, és hogy már nyugdíjasként a saját kollégáim kínoznak engem a tűzoltós feladatokkal. Köszönjük szépen! Így legyen, köszönjük szépen mi is! Szemtanai csapatának vezetője Nagyné Tőkés Ágnes. Itt a csapat már javában zajlik különböző helyszíneken, és sok-sok feladaton van már túl. Hogy jött össze a szemtanai csapata? Osztályról van szó, vagy iskolai több osztályos csapat? Több osztályból válogattuk össze a jelentkezőket, illetve hát nem is válogattuk, hanem önként jelentkezőkről van szó. És hát nagy lendülettel készültünk neki, úgyhogy reméljük, hogy a jó eredmények meg fognak születni. Előzetesen voltak feladatok. Mi a csapat neve? Tehát itt most azt nem láttam kirakva. Mi a csapat neve? Tekós ördögök vagyunk. És hát előzetes feladatok, igazából az élőkép az szerintem elég jól sikerült. A musicalre ugye majd este kerül sor. A véradáson viszont nem tudtunk részt venni az első körös véradáson, mert kicsit későn sikerült a jelentkezést beadni, és így ezért az nekünk kimaradt. Hát akkor majd be kell pótolni a következőben, hogyha lesz esetleg, vagy pedig olyan feladatok lesznek, ami megy a csapatnak. Fiúk, lányok vannak, diákok, de felnőtt segítők önön kívül vannak még a csapatban? Hát én jó magam vagyok, mint nevelő végül is, illetve egyik kollégám Gyermán János tanár úr, és a többiek mind diákok a csapatban, fiúk, lányok vegyesen. Akkor ők tartják a lelket a csapatban, és igyekeznek terelgetni őket, hiszen hallottuk, hogy van, amikor több helyszínen is zajlanak feladatok. Mi volt eddig a legkönnyebb, vagy legnehezebb, vagy mi az, ami tetszett eddig?
Hát most nekünk ugye volt ez a helyismereti feladat gyakorlatilag, és ott végül is az állomások azok nekünk nagyon tetszettek, amiket meg kellett feladatok csinálni. Ott azt hiszem, hogy a homokvár építés mindenkiből kihozta a második gyerekkorát, úgyhogy fantasztikusan dolgoztak tényleg a gyerekek. És hát akkor még sok-sok óra van hátra a végéig. Én azt kívánom, hogy sok hasonlóan gyerekes feladat legyen, hiszen az a jó, hogyha ők még gyerekek maradnak és tudnak így játszani. Köszönjük szépen! Berekfürdőből is van egy csapat, Horváth Viviennel beszélgettünk. Mit kell tudni a csapatotokról, mi a nevetek és hogy állt össze ez a társaság? A nevünk a Gémberek. A csapat igen vegyesre sikerült. Úgy voltunk vele, hogy minél színesebb a skála, annál több feladatra tudunk választ nyújtani, meg megoldást. Ez egy spontán ötlet volt, láttuk a hirdetést, mert tavaly is szerettünk volna jelentkezni, csak ugye tavaly nem sikerült. Így összeszedtünk barátokat, ismerősöket, ismerősöknek az ismerősökét, és így jött össze a csapat. A név az még a régi névből jött, mert régen ugye az volt a bereki csapatnak a neve, hogy Némberek és Emberek, és így lett a Gémberek. Hát akkor egy picit nosztalgiáztok is a régi versenyekre utalva. Mi tetszett eddig legjobban? Eddig igazából jó volt a tűzoltós feladat, az nagyon tetszett. A többi csapattag nagyon dicsérte ezt a karcakba futkározós feladatot. Igen, az nagyon tetszett nekik, meg felpörögtek tőle, mert gyorsan kellett csinálni. Egyébként nagyon kreatív ez a hajtogatós feladat is, tehát nagyon élvezi mindenki, hogy hajtogatni kell egyfolytában, tehát nincs az, hogy valaki most ül és nem tud mit csinálni. De látom, hogy nagyon felpörögtetek, tehát azért már lassan a 10. óra környékén leszünk, vagy egy 8.-10. környékén, és azért mindig pörög a csapat még, tehát nincs ilyen, aki elfárad. Egymást is húzzátok? Igen. Mivel tegnap ugye nagyon sokáig próbáltunk, még éjfélkor próbáltuk a musicet, és így is ugye hát, hogy Berekből korán indultunk, így is nagyon pörög a csapat. Ugye mindenki izgul, mindenki teljesíteni akar, és így nagyon jó, mert nagyon jó a társaság. Tehát nagyon... Jó, tehát közösségi emberek jöttek össze itt, hogy így játszunk. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen jó a társaság, még a végéig is tartson ki, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan sikerült összeszedni ezt a csapatot, és mennyire lesztek eredményesek. Köszönjük szépen! A Nagy Ágyúk vezetője Fekete Miklós. Kik a csapat tagjai? Két tanárunk van, ő Varga Júlia tanárnő, Glac Júlia tanárnő. Aztán van egy, hát ilyen gépész tanárunk, aki segített most a biciklit összerakni. Nagy részt érettségizősökből áll, most érettségiztek, abból áll a csoport, más rész meg szakmásokból, én jó magam is érettségiző vagyok, jövőre végzem, és hát nagyjából ezekből áll a csoport, érettségiző, szakmás, és így. Milyen feladatok tetszenek, hiszen itt a kezedben szorongatsz valamit, amivel nem igazán vagy elégedett, ezek szerint az origami az nem nagyon jött be? Nem igazán jött be, próbáltam, nekem ilyen dinó kocsa lett belőle, úgyhogy nem igazán sikerült. Nekem inkább a kinti feladatok tetszettek, mert nekem az úgy jobban feküdt, és nekem az sokkal egyszerűbb volt. De ez a daruhajtogatás nem igazán jött be. De hát azért vannak lányok is a csapatban, de reméljük, hogy nekik ez megy könnyebben, nektek meg esetleg a kerékpárszerelés ment gyorsabban. Az elég gyorsan sikerült. Szerintem az jó volt, abban jók voltunk. Meg az ilyen, hát ilyen ügyességi feladatokban jobbak vagyunk, mint a papírhajtogatás, úgyhogy az nem igazán megy. De hát azért még biztos lesz olyan feladat, ami nektek fog tetszeni, és nektek fog jól sikerülni. Amikor jelentkeztetek, akkor mire számítottatok? Tehát tudtátok, hogy mi ez? Van a csapatban olyan esetleg a tanárnőn, vagy a többiek idősebbek, akik tudták, hogy milyen volt régen a non-stop, vagy akkor most inkább csak úgy, mint kaland belevágtatok? Hát igazából mi arra számítottunk, hogy majd eljönk, és akkor majd csak mi leszünk ilyen aktívak, mi fogunk csak készíteni zászlót, és akkor majd a többiek így majd nem fogjuk csinálni, meg ilyesmi. Hát ahhoz képest mindenki aktívan részt vesz, meg egyszerűen mindenki élvezi az egészet. Hát mi néztünk néztünk a múlt héten egy képet, azt hiszem 60 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, nem is tudom, mert lehet, hogy sokat is mondok, eddig kb. 10 évvel ezelőtt volt, de szerintem non-stop nézegettük, hát akkor azt mondták, hogy 15 fő, ő gyűlt össze, most meg kb. 5 csapat gyűlt össze, úgyhogy szerintem még ezzel az 5 csapattal is megfelelően tudunk szórakozni, meg legalábbis élvezzük az egészet.
Hát akkor játéknak fogjátok fel, ez egy jó kis kikapcsolódás. Én azt kívánom, hogy akkor legyen sikeres, és akkor az a darú még egyszer. Hát ha összejön, próbálnánk még egyszer. Ami darút hasajtogatni, vagy valami ilyesmi. Jó versenyzést kívánok! Köszönöm! Sipos Ferencnével beszélgettünk a gimnázium csapatán egy csapatkapitányával. Itt mögöttünk a csapat nagyba szereli a kerékpárt. Itt egy picit most elhívtuk, hiszen ön csak szurkolt neki. Hogy tetszik ez a verseny? Hát nagyon élvezi szerintem mindenki, olyan pörgő az egész szervezés, a rendezésnek a színvonalát, ugye ez emeli, hogy állandóan feladatok vannak, úgyhogy mindig mindenki műben van, és mindenkinek van mit tevékenykednie. Mit kell tudni a csapatról? Hát a csapat a gimnázium különböző, tehát a 9-től 11. osztályig, tehát évfolyamoknak a tanulóiból tevődik össze, elsősorban az iskolai diák önkormányzatnak a képviselői, de vannak olyan osztályok, ahonnan többen is jelentkeztek, mert szerettek volna részt venni a vetélkedőn. És hát az előn egy kicsit nosztalgiázik is, hiszen korábban is 10 évvel ezelőtt, amikor még volt a rendszeresen a versenyek, akkor csapattagként is részt vett, akkor is több alkalommal. Hát akkor is csapattagként is, de akkor is nevelőként, tehát úgy, akkor is ugyanúgy összefogtam az akkori diákokat, és azon is részt vettünk, csak ugye a különbség, hogy ott egész éjszakai programok is voltak, tehát reggelig tartó programok voltak. Kíváncsian várjuk az esti fellépéseket, illetve bemutatkozási lehetőségeket, mert arra nagyon komolyan készült a kis csapatom. Remélem, hogy sikerül nekik bemutatni, amivel készültek. És mi volt eddig az a legjobb feladat, ami legjobban ment, vagy legérdekesebb volt? Hát én most csak az saját nevembe tudok beszélni, a városban kellett nevezetességeket, célpontokat megközelíteni és feladatokat végrehajtani. Hát elég húzós volt, mert időre kellett, és nagyon érdekesek voltak benne a feladatok, de a gyerekektől hallom, hogy akik itt maradtak és nem kinti feladatban vettek részt, hogy nagyon-nagyon érdekes volt a nyomozás, tehát a gyilkosságnak a kiderítése, és mindegyik feladat, amiben részt vettek, és nagyon lelkesen hajtogatják a darut is, tehát mindenki csinálja a dolgát, teszi a dolgát. Akkor jó kis csapat, akkor én azt kívánom, hogy legyen sikeres is a mai nap. Hát reméljük, hogy úgy fog végződni, hogy legalábbis valamilyen helyezés sikerül elérnünk, mert úgy jöttünk ennek a szellemében jöttünk el. Köszönjük szépen! Szívesen! Meg emelet egylet csapatvezetőjével, Kabanyai Juhász Évával beszélgetünk, kik a csapattagjai, és honnan ez a név. Csapatunk tagjainak nagy része kórházi dolgozó. A megkemelet egylet próbáltunk valami ötletes nevet keresni. Az emelet az, mivel a kórházban dolgozunk, és 9 emeletes épület, innen indult a név, és így állt össze, hogy megkemelet egylet. Tehát akkor azért mindenhez ért a csapat, nem úgy, mint régen, ahol kellek a mesteremmel. Sok-sok feladaton vannak már túl. Kik vannak a csapatban, hiszen látunk itt azért gyerekeket, felnőtteket, vannak olyanok, akik a régi non-stop idején is játszottak. Hogyan szerveződött a csapat? A csapatunk nagy része most van először ilyen non-stop vetélkedőn. Körülbelül 50% kórházban dolgozom, mint ahogy már említettem. És hozzájöttek még családtagok, ismerősök, jó barátok, és így állt össze a csapat. És hát gondolom, hogy bármilyen feladat van, biztos van, aki telefonon utol lehet érni, tehát azért a háttérmunka is megvan. Igen, alapos háttérmunka van, beleszámítva a csapatebédtől elkezdve a kutatómunkát, a keresőmunkát, a gyűjtőmunkát, igen, van háttércsapat is. Tehát akkor tulajdonképpen két csapat verseny, ezt mondhatjuk így. Mi volt eddig a legérdekesebb, vagy legnehezebb feladat, vagy mi volt az, amiben egyáltalán a legjobbnak érzi magát a csapat, hogy úgy érzi, hogy ott volt a legjobb? Nagyon ötletesek a rendezők, nagyon szenzációs és sokrétű feladatokat szedtek össze nekünk. Már eleve jó hangulattal teltek a versenyre való előkészületek, mert volt két feladat, amit előre megkaptunk, egy festményt kellett élőképként megjeleníteni, illetve az esti órákban majd lesz egy műzikeles előadás. Nagy izgalommal készítettük a jelmezeket, a díszleteket. Kétszer jött össze a csapat egy-egy próbára, már azok nagyon jó hangulatban teltek. Szerintem az megalapozta, hogy a csapat egy kicsit összekovácsolódjon. Nagyon tetszett, ami délelőtt a főtéren volt, tűzoltósági verseny.
Szerintem minden versenyszámot élvezett még eddig a csapat, mindegyiknek volt olyan része, ami nagyon tetszett, vagy ami egy kis nehézséget is okozott, de megoldjuk. Hát akkor én azt kívánom, hogy a Megkelek módjára szerepeljenek, hogy itt most a csapatot biztosan, és jó versenyzést kívánunk. Nagyon szépen köszönjük, a Megkelek csak nyerhet.